Szép jó estét kívánok! Esztendőről esztendőre, sőt, én azt mondom, hogy hónapról hónapra vendégünk lehet Külajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, az egykori nagyszerű labdarúgó, olimpiai ezüstmérmes, backdöntőt játszott egykori videóton, vadásztölténygyári, vasas labdarúgó, fradi futballista, az FC Brűzs legendája. Tisztelettel köszöntelek! Szép estét kívánok, gondolom, hogy, örülök, hogy itt este kerül adásba. A mai témánk pedig Ausztrália. Melbourneben és Sydneyben jártál az Aranycsapat Alapítvány nevében, mint annak elnöke, és azt hiszem, hogy Melbourne és Sydney is nagyon-nagyon fontos város nekünk, Melbourne különösen, hiszen az 56-os olimpián nagyszerűen szerepelt a magyar csapat, soha nem fogjuk elfelejteni, hogy abban a vészterhes időkben is helytáltak. És hát jelentős magyar közösség, magyar kolónia él mindkét városban, a kenguruk földjén, és azt hiszem, hogy az aranycsapat említése az mindenhol megdobogtatja a magyarság szívét. Így igaz. Tulajdonképpen ez volt a legfontosabb oka, tehát ott létemnek Ausztráliába, aranycsapat év van. Na most én elhatároztam, mivel hogy már az összes játékos visszaadta a teremtőnek a lelkét, hát mint aranycsapat alapítvány elnöke, én szent kötelességemnek tartottam azt, hogy minden földön, tehát itt már voltam Amerikában, Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban, Európában több helyen, legutoljára Svédországban például 11 napot voltam, ha csodálatos előadást csináltam, a fővárostól Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, stb. És tényleg hát élvezték az emberek, és boldogok voltak hallani ezt a csodálatos csapatot, meg látni is, mert vittem filmanyagot is, és tényleg hát kihúzták magukat, büszkék voltak, és tényleg jó volt ezt látni. És akkor utána most meghívtak az ausztráliai magyarok is, két helyre, Melbourne-be, Sydney-be, 4 előadásra, hogy tényleg hát a aranycsapat emlékét egy kicsit úgy méltassuk, és emlékezzünk. És... Ez nagyon nagy dolog, hogy aranycsapat emléké van. Nemrégiben Fehérvár vendége volt Lomnici Zoltán, ugye az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. Igen. És ugye ezt ők is támogatták ezt, annál is inkább, hiszen a te javaslatod volt ez, hát, hiszen a 6-3 és a 7-1 az felejthetetlen történet máig is, és én azt gondolom, hogy valóban most, hogy már elmentek az utolsó legendák is, kell, hogy foglalkozzunk vele, és addig, amíg ez az aranycsapat alapítvány létezik, addig nem lehet kétséges, hogy szerte a világon nagy érdeklődés kíséri. Így igaz. Kérlek szépen, következő helyzet. Az aranycsapat alapítvány már úgy alapítódott, kétféle fajta tevékenység. Egy, a múlt dicső emlékeinek a ébren tartása és életbe tartása, tehát az aranycsapatnak konkrétan, Ától Ceti Grosicstól az utolsó tartalékig kérem, és a másik pedig a jövő építése. Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság, ami labdarúgással kezdődött, és utána folytatódott asztali tenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történelmi vetélkedék is vannak. A történelmi vetélkedő példának okáuk tavaly Hunyadi Mátyás volt, most Rákóczi Ferenc. Tehát túl a sportágakon, még akkor ezt is csináljuk. De visszatérve az igazi kérdésre, kérem, az aranycsapat emléke, én szerintem, amikor az aranycsapatról beszélünk, a legismertebb Hungarikumról beszélünk. Így van. Hát fantasztikus, csodálatos embereink voltak itt, Bartóktól, a jóisten tudja, Kodályon keresztül, Liszten keresztül, nem tudom, Telleredén keresztül, Wigner Jenőn keresztül, sorolhatna az ember tényleg hát hosszasan ezeket a fantasztikus tehetségű embereket, akik tényleg hát dicsőséget szereztek a magyar nemzetnek, de azt hiszem mindezek közül, hogyha bármelyik pontjára eltéved az ember, és akkor kiszúrják, hogy hát ez nem ide való ez az ember, és kérdezik, where you came from? És akkor mondta, Hungary, Europe, Puskás, kapott Puskás, kocsis, gosis, bár én gondolom találkozt ennyiászer ez a története. És erre legyünk büszkék. Túl azon, oké, olimpiai bajnokságot nyertük, Európa bajnokságot nyert ez a csapat, de a legmagasabb, tehát a legnagyobb kitüntetésben nem volt része, amit megérdemelt volna vastagon, a világbajnoki arany. Hát ott voltunk már a 9. perdbe vezettünk 2-0-ra, ugye mindenért. Akiket először 9 nappal korábban 8-3 megvertünk, 10 emberben, Puskás, 10 emberben,
emberrel. Puskás az 57. percben le lett rúgva, és akkor nem volt lehetséges a csere. Így van, ezt a Libriknek azóta se felejtjük. De akkor kérlek szépen, és kérlek szépen, ugye 65 ezer néző volt kérlek szépen ott azon a stadionban, a bázeli Szent Jákob stadionban, és 8-3-ra levertük őket. Tehát egy fantasztikus. És a döntőbe már a 9. percbe vezettünk. Hát a Herberger, tehát a szövetségkapitán már arra gondoltott a 10. percben, hogy itt még nagyobb zakó lesz, kérlek, nagyobb vereség lesz, mint Bázelben volt. Egyébként Bázel az közvetlen a nyugat-német határon volt, és tiltakozott a magyar szakvezet is, hogy létezik, azt kérem, hogy mindjárt oda teszik, de tök mindegy volt ez. Hát látni lehetett, hogy egyszerűen nem volt kétes, hogy ki fog nyerni, nem volt kétséges. Említetted az előbb 6-3-at és 7-1-et. Ez mind a kettő fantasztikus, ez mind a kettő csodálatos, de mind a kettő csak barátságos mérkőzés. Mesélek neked egyet, pontosan említek neked egyet, amire még büszkébek lettünk, amit nagyon-nagyon kevesen hoz, pontosabban nagyon kevesen tudnak. Én többször bemutattam már a televízión ezt a könyvmecskét. 2005-ben íródott egy könyv a Ködös Albionba, az le lett fordítva a holland nyelvre, és én Flandriába vettem meg, kérlek szépen, következő. A világbajnokságok története, azok mint tétmérgőzések, nem barátságos. Mert náluk a barátságos meccs, azt szokták mondani, hogy anyós is tud játszani barátságos meccs. Nem, ezek világbajnoki tétmérgőzések voltak, és kérlek szépen van egy ilyen kitétel, hogy the greatest game ever. Legközelebb jövök, meg fogom mutatni. Greatest game ever. Tehát minden idők legnagyobb mérkőzés. Lehet találni. De Uruguay. Úgy van, Magyarország Uruguay, kérlek. Magyarország Uruguay, mi ezt elemeztük. 4-2, kérlek szépen. 90 újságírót megkérdezte 2004-ben, kérlek szépen is, hogy szavazzák meg a greatest game ever. Tehát minden idők legnagyobb világbajnoki tétmérkőzését. És a 90-ből olyan 68, kérem, arra szavazott, hogy Magyarország 1954, Hunger Games Uruguay. És akkor alátámasztva egy oldalon keresztül, így azért kérlek szépen, mivel hogy a kis Uruguay, akit úgy más néven kérlek szépen Dél-Amerika, Svájcán, egy gazdag országocska, Montevideo fővárosa, kérlek szépen, ez az kis Uruguay 1950-ben 250 ezer néző előtt a Marakánába, kérem, legyőzte Brazíliát, és öngyilkosságba kergetve egy pár őrült szurkolót. Ledobták magukat a meccs után, kérlek szépen, a legmagasabb potyivákról, részére a stadionnak, és egyszerűen ezt nem tudták már elviselni. És ezt a mérkőzést választották, kérlek szépen, minden idők legnagyobb mérkőzése, és a Grosics Gyula meséli, képzelje, hogy ilyet még nem tapasztaltak. Vége volt a meccsnek, ugye 4-2-re győztünk ott, 2-2 volt a rendes meccs, hosszabbításban, még mindig Puskás nélkül, mert sérült volt az öcsi. Hosszabbításban Kocsis Sanyi két csodálatos fejes góljával 4-2-re győztünk. Vége volt a meccsnek, és amit a Gyula mesél, hát ilyet nem is hallottam, hogy soha. A labdarúgás történetében nem történt ilyen, hogy képzelje, a közönség, az az 50 ezer ember maradt, és követeket küldtek az öltözőbe, közölték a játékosokat, nyugodtan vetkőzzetek le, zuhanyózzatok, gyertek utána fel, mi megvárunk benneteket, mert felejthetetlen volt a produkció. Fantasztikus volt a produkció. Megcsinálták, tehát hogy szót fogadtak a játékosok, lezuhanyóztak, felöltöztek, kijöttek mindkét csapat, a magyar válogatott is, Uruguay is, és kérlek szépen a közönség standing ovation, tehát felállva, állva kérlek szépen vastapsa, mit tudom én, szűnni nem akaró vastapsa jutalmazta azt a fantasztikus felejtetlen produkciót, amit a két válogatott csináltott, kérlek szépen. A fantasztikus volt. És hogy ilyen még nem fordult elő a történelemben soha. És az uruguay játékosok átölelték a magyar játékosokat, mint egy gratulálva elismerve azt a nagyobb tudást, amit ott kérlek szépen felvonultattak. Mert ugye előtte játszottunk brazilokkal, a brazilok megint nem, magyarok ellen se tudták elviselni. Győztünk ellen, de utána a Lórádnak kellett ott rendet csinálni, 5-6 embert leütni kérlek szépen, mert ott eszméletlen, hogy mondjam, ökölcsata volt a meccs után, amikor tényleg lebonultak az öltözőbe. No, tehát ez is hozzátartozik a történethez. És ott volt a világ akkori legjobb játékos, az Schiaffino. Na, pontosan. Ott volt a sorokban, ennek ellenére 4-2-re győztünk egy egészen káprázatos mérkőzésen. És ez volt minden, ez lett megválasztva 2005-ben minden idők legnagyobb mérkőzésben. 90 újságíróból, majdnem 70 újságíró kész erre szabad. Most akkor azt mondom, hogy legyünk boldog és legyünk büszkék, húzzuk ki magunkat, akárhogyan is nem sikerült a történet, hogy tényleg világbajnokok legyünk. Holott a világbajnokság gólkirályának Kocsis Sándor volt 11 góla 5 meccsből. Ilyen statisztika nincs. 5 meccsből több mint 2 gólos átlag. Sajnálatos dolog, hogy ugye pontosan a döntő nem sikerült a Sanyira rúgni, gólt rúgni, csak kapufát, idézve, csak kapufát. Az összes többi meccse 3 gólt, 2-t, 4-et, a németeknek 4-et rúgott.
az első meccsen. Négyen. Tehát ez fantasztikus. És mellette a világbajnokság All-Star csapatába ilyet szeretném mostanában látni majd. Valamikor, Lajoskám, a jó Isten áldja, valamikor hat legjobb, hat játékosunk ott volt. A kapus Grosics, a Bosik Cucu, kérlek szépen akkor a Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Szibor. Az All-Star csapatban hat magyar. Lajoskám, mikor lesz ilyen? Tehát, soha. Nem mondj, never say never. Az nem, valamikor, de reménykedjünk minél hamarabb. Nincsenek illúzióink, viszont az is nagyon fontos, hogy általad, ahogy az imént említetted a bevezetőben, Jószerivel az egész világ ismeri, tudja, nem hagyjuk feledni. Körbevittem az egész világunk. Voltam Kanadába, USA-ba, kérlek szépen, járom Európában. De akkor most menjünk el először Melbourne-ben, hiszen... Igen. A Hungaro Fest az egy fantasztikus Pontosan. Fesztivál, és ez egy kulturális seregszemle. És az mennyire jó, hogy ebben a 60 programban kiemelt szerepet kap például. Na de kiemelt szerepet, hát aranycsapat, tehát azt kérlek szépen, hogy mondjam, tehát mindenek teteje. Tehát olyan értelemben, hogy aki csak hall róla, lehetett az, hogy mondjam, tornából felmentett. Soha nem foglalkozott, anyám soha nem foglalkozott a labdarúgással, de mindenki tudja, ki volt ő. És mindenki tudja, hogy milyen boldogságot, örömet szereztek abba a történelmi korba, amikor ők kérlek ügyködtek. 1949-től, itt tudom, 56-ig. Fantasztikus. No, na most ott is. Most például Melbourne-ben. Melbourne, kérlek, egy 4 milliós város. 1 millió görög lakik ott. Második, tehát a tél után ott lakik a legtöbb görög. Érted? Ennek, tehát olimpiát rendezte ott. 1956-ban. Ott volt az a meccs, hogy Andy Vajnak kérem, ugye, szabadság, szerelem néven, ugye, hát sikerrel vászonra vitt, és úgy láthattuk, hogy mi történt tényleg. Hát az orosz, pontosabb, akkor ugye szovjet-magyar mérkődése, de hála Istennek ott az happy end-de végződött a történet, ugyanis azért végül is a magyar válogatott olimpiai bajnok lett. Gyarmati Dezsék olimpiai Igen. bajnokok lettek. És 10 aranyat szereztünk. Igen. No, de hogy ez a magyar központban milyen rendezvények vannak? De most milyen ez a magyar központ? És képzeld azt el, minden évben megcsinálják ezt. Egy olyan történet ez, először is Ausztráliában csak ez az egyetlen hely, az egyetlen Hungary House, ami saját kézben van. Svédországban is egy van, Stockholmban, egy jó anyagi körülmények között lévő úriember ott is megvásárol, itt is volt egy rendkívül gazdag magyar ember, aki valamikor megvásárolta a nagy hatalmas telket, és akkor tényleg szabad magyar ház, szabad programokat csinál. Minden évben, vagy majdnem minden második évben megcsinálják ezt a Hungaro Festet. Most úgy volt, hogy pénteken volt a megnyitó, és szombat, vasárnap voltak rendezvények. Mindenféle fajta rende. Ott volt népi tánc, ott volt szavalat, ott volt mindenféle fajta, amit el tudsz képzelni, kulturális sportesemények, kérlek szépen, és 5000 ember megjelent. Tehát óriási. 17000 kilométerre kérdezte Budapest. Fantasztikus volt. Jó hangulatban, ott 33-34 fok volt, és tényleg hát örült egymásnak a magyar. Mindenki a jó Istent, hogy mikor látta már a barátját, ismerősét, utoljára összejöttek, és akkor hát együtt örültünk annak, hogy tényleg hát ismét magyar ünnep van. Mielőtt arról beszélnénk, hogy mi volt a te előadásod Igen. sorsa, ugye hoztál egy könyvet Hogy? Nekünk, megjelent... Ez volt az első program, azért mondom, különböző Endre. Kulturális megmozdulások volt. Ez volt az első program, kérem. Szeretném megmutatni, Ausztrália-Magyar Szemmel című. A Hungaro Fest első programja, kérem, Domanicki Endrének, aki konzul volt és nagykövet is volt Ausztráliába. Most jelen pillanatban Sydneyben van konzul, és 7 éven keresztül, ahogy említette ott a könyvbemutatón, 7 éven keresztül dolgozott ezen a könyvön, és egy csodálatos. Az esszenciáját kérdezem, milyen Ausztrália magyar szemmel? Mert én kétszer voltam, 1974-ben megadottam, hogy a Ferencvárosra kint voltunk egy hónapot, többek között legyőztük az ausztrál válogatottat, akkor ausztrál válogatottat 2-0-ra, Adelaide-be, az Dél-Ausztrália fővárosa, kérem, és a visszavágón Sydneyben 0-0-at játszottunk. Victoria állam válogatottját szintén legyőztük 3-2-t, én felejtem a győztes gólt, kérem. Pontosan Melbourne-ben volt ez a meccs, és még volt egy meccsünk Newcastle-ba, egy hónapot töltöttünk ott. Akkor az ausztrál válogatott, 1974-et írtunk, sajnos mi tudod, veretlenül, de nem jutottunk ki a világbajnokságra, Edström utolsó pillanatokban a fejelt góljával, hogy a gólkülönbség döntött, és a helyzet az, hogy hát ők
ragyogóan szerepeltek a világbajnokságon. Jellemző, hogy az első mérkőzésen épp Nyugat-Berlinben játszottak a nyugat-német, akkor még ugye Nyugat-Németország, tehát Németország, Nyugat-Német Beckenbauerék, a Breitenik 1-0-ra tudod győzni a később világbajnokságot nyert a Beckenbauer társaság. Tehát nem lehetett rossz az a társaság. Még valamit, minden idők legjobb ausztrál-magyar focistája, Abonyi Attila is játszott köztük. Abonyi Attila. Hát szerettem volna, hogy találkozni, de nem jött össze a történet, de remélhetően legközelebb, amikor kint vagyok, akkor már össze. Tehát Melbourne-ről Ausztrália annyit. Tehát egy olyan pontosan 7 millió 600 ezer négyzetkilométer. Tehát majd százszor a kontinens világokon. És csak 25 millió ember él érte. Tehát még egy 100 millió be fog oda, gondolom, be fog telepedni. De a lényeg a dolognak, hogy eszméletlen szűrők vannak, tehát oda csak azokat az embereket engedik be, kérlek szépen, akik tudnak valamit az életszínvonalon emelni. Tehát ugye körbe-körbe óceánok a tengerekkel van a körülvéve, és nagyon-nagyon szigorú. Hát jellemző, akkor is, amikor megérkeztünk 1970 éve, képzeld el, megérkeztünk a repülőtér, azt mondták, hogy először, tehát először betereltek bennünket udvariasan, kérdezett három fürdőszobába, és az összes futballcipőt kivetették, és mindenkinek a kezében nyomtak kérlek szépen egy ilyen gyökérkefét, az orvosnak, az elnöknek, a gyúrónak, minden játékosnak kérlek szépen, és mondták, hogy cipőtisztítás. A futballcipőket és a privát cipőket is. Ez körülbelül egy másfél-két óráig tartott, és akkor mondták, not a hell, mi a bánatért történt ez? Azt mondták, itt nincs Colorado, itt semmi, elnézés, sorry for troubling you, de azt mondja, hogy ez egyszerűen így kell, ezt így kell, hogy csináljuk, mert így tudjuk megvédeni a mezőgazdaságunkat, stb. Milyen a magyar közösség, hiszen a többedik generáció. Na először is 100 000 magyar van. 100 000 magyar. Az első magyar, mondják, hogy 1800, tehát 100 000 magyar van. Na most úgy osztik ez meg, hogy Sydney-ben, Melbourne-ben 25-25 000. Tehát Sydney a legnagyobb város 5,5 millióval, Melbourne 4,5 milliós város. Óriási a rivalizálás köztük, hát ugye mindegyik már kapott olimpiát. Egyik cikizi a másikat, mint a franciák, az angolokat, hogy valami ilyesmi van. És kérlek szépen, ugye Melbourne 56-ba, Sydney azt hiszem 2000-ben kapott lehetőség. De Melbourne most kezdődik a Forma 1 is. Akkor ott van a Rod Laver stadion, a tenis stadion, ott van a Forma 1 teniszben is, tudod? Igen. És akkor mindig valaki kap valamit, akkor kihúzza magát, és a másik előtt mutogatja. Tehát Sydney Melbourne előtt, Melbourne Sydney előtt. Tehát 5,5 milliós Sydney. Láthattam meg én, kérlek szépen, tudod, van ez a gyönyörű operaház, kérlek szépen, úgy hívják ezt az úriembert, hogy Jörn Utzon, ez egy dán zseni volt, aki tervezte ezt a... Gyönyörűséges, a opera káprázatos, érted? 1973-ban készült el, egy éves volt, amikor először láttuk. És képzeld el, hogy ez az ember összeveszett ott a szervezőtársakkal, soha nem láttam Jörn Utzon, ez a dán zseni, soha nem látta az alkotását valójában, mert aztán utána meghalt, kérlek szépen, kérlek. Soha nem látta élőben. 100 000 magyar van, kérlek szépen, az egész Ausztrália. De ebből 50 000 mindjárt, kérlek szépen, 25 000 plusz-minusz Sydney-ben, és 25 000 Melbourne-ben. Melbourne-nek kapcsolatosan annyit, hogy az egyetlen magyar ház, ami saját tulajdonban van. Az összes többit bérlik. Tehát Sydney-ben béreljük, Canberra-ba béreljük, Perth-be béreljük, Brisbane-be béreljük, fent Darwin-ba béreljük, mindenütt. És tehát komoly szervezett egyházi élet van a katolikusoknak, reformátusoknak, izraelitáknak, stb. Tehát ott mint ahogy ez a Fungarofest mutatta, összejött kérlek szépen két nap alatt 5 000 magyar. Ez komoly dolog. És 17 000 kilométerre. És nézem a programot, hogy Márta, és összetartó társaság. Hogy Márta Marot ugye a főszervezője. Csak még egyet a megengedsz. És ez a legfontosabb, komolyan mondom, ez a béke kontinens. Én komolyan mondom, azt láttam, hogy hihetetlen magas életszínvonalon levő valami, az egész, de a legnagyobb tisztelet, szeretet, béke van. Mindegyik, 1 millió kínai is van. 1 millió kínai, 1 millió görög az országban. De az mindjárt ott van, mindenki ott van, majdnem Melbourne-ben a görögök részéről. Kínaiak jobban elhozta mindenit. És azt akarom mondani, kérlek szépen, hogy mindenki, a maláj tiszteli a libanonit, a jóisten tudja, a kínai tiszteli a magyart. Mindenki tisztelt mindenkit. Senki, ott senki, hogy mondjam, nem volt már a néger a sárgát, a sárga a fehért, a fehér a feketét. Komolyan mondom, én még ilyet nem láttam. Tehát azt kell, hogy mondjam kérlek szépen, hogy tehát a béke, a
hogy mondjam, a jólét, és akkor tényleg hát a szeretet sugárzik mindenütt. Ez nagyon fontos. Tehát amit elkezdtem az imént, hogy tehát jót élni. Márta Marotnak hívják ugye a Hungarofest főszervezőjét. És csak még egy mondat. Annyit várj egy pillanatra, most már ezt hadd mondjam. Tehát, hogy ki mindenki volt ott, a Székely zenekar, a Melbourne-i Gyöngyös Bokréta, a Fonótánc csoport, az Aranykalász csoport, Csík Jánossal az Eszencia. Csík Jánossal ott találkoztam is. És ráadásul te magad, ugye, mert igen. Hogy a tudósítások kiemelik, igen. Hogy te magad is ott voltál. Igen. Mert hogy a legkisebbeket is magyar nyelvű gyermekprogramok vártak. Pontosan. Azért ez nagy dolog. Óriási. Tehát, amit meséltem neked, tehát hihetetlen meglepetés volt számomra. Óriási jó érzés volt látni tényleg ennyi ilyen nagy távolságra, a Isten háta mögött, a világ véget. Onnan aztán tényleg, jó, van Tasmánia, meg van Új-Zéland, kérdez, de utána aztán semmi nincs. 17 ezer kilométer. Most ugye, ahogy utaztunk, hát Dubai volt 6 óra. Dubaiból kérlek szépen Szingapúr 7 óra, Szingapúrból 7 óra ismét Melbourne. Hát akkor, hogy nézzük, ez 20 óra érte. Na most én majdnem a térkép szélére utazta, és ott összejött egy ilyen fantasztikus magyar társaság. Hát komolyan szívet, lelket melengető dolog volt, és hihetett, fantasztikus jó érzés volt látni ezt a sok magyart, akik örültek egymásnak, örültek a programnak, és örültek annak, hogy állandó jellege tényleg, hát respektálva van ez a fajta, tehát Hungarofest, hogy tényleg visszatér minden évben, hogy minden a legrosszabb esetben minden második évben. Egy csodálatos dolog. Le a kalappal mindenkinek, aki bármit is tett ennek érdekében. Mit hazahoznod a lelkedben. Úgy van, úgy, és ott volt a két konzul, kérlek szépen találkoztam velük, akik segítettek, nevüket is el kell, hogy mondjam, kérlek szépen, Frater Olivier Sydneyből, ott segítette a programjaimat, csodálatos, lelkes ember, a másik például dr. Kálmán László, a Melbourne-i főkonzul, ő is segített, amit tudott. Természetesen ott voltunk Melbourne-ben, Puskás öcsének a szobrát nem hagytuk ki, fejet hajtottunk, megkoszorúztuk, kérlek szépen, és ott elénekeltük. Felejthetetlen volt, amikor tényleg elénekeltük a himnuszt, és akkor nótás kedvű volt az apámat is. Ez egy csodálatos dolog volt. Ugye? És még valamit, ami nagyon-nagyon fontos, sikerült megnyerni ezeket a jó embereket, tehát a Frater Olivért is, a Sydney főkonzulát, és a dr. Kálmán László barátunkat, a Melbourne-i konzult is, az összmagyar nemzeti barátság, összmagyar nemzeti bajnokság kapcsán. Mindenképpen meggyőztem őket, hogy kell, hogy kérem, Ausztrália is képviseltesse magát ennek a csodálatos, hogy mondjam, programsorozaton. Megígérték, és csináljuk. Csinálni fogjuk, jönnek az ausztrálok, akár nem is csapatba, egyéni sportokba képviseltetik magukat, tehát az Ausztrália magyarságot. Először csak a három nagyba, tehát Sydney, Melbourne, Adelaide. Aztán utána lépünk tovább Brisbane, Perth, és nem tudom én, Darwin felé. Ugye arról tehát beszéltünk a magyar... már, hogy az összmagyar diákbajnokság, hát rövidesen... ugye természetesen az idén is lesz. Hogy, ne fogjam, ezt non-stop. Tehát és minden esztendőben valami újat találsz igen. Ki, hiszen itt már a felsorolás szintjén szó esett arról, hogy milyen a sportok mellett vetélkedők, tehát a léleknek igen. Is kell adni, ami a léleké. Az idén mi már a fiatalokra? És második Rákóczi Ferenc van, kérlek szépen. A második Rákóczi Ferenc van, tavaly Hunyadi Mátyás volt, most második Rákóczi Ferenc élete, munkássága. Hát aki nem tudja, az nyilvánvaló, mert volt egy ilyen, hogy pontosan Korogy és Szent László jelezte, kérlek szépen a Kell Jóska barátom, a korogyi polgármester, hogy Lajos, hát azt mondja, itt nem ismerik a Rákóczi Ferencet, itt Zrínyi Bánt ismerik, mert a horvát bán volt, tehát gőzünk nincs, hogy feleségem azt mondja, magyar tanárnő, de hát itt nem ismerik, azt mondja, Rákóczi Ferencet. Tehát akkor megkapjátok az anyagot, és ott készültök, kérlek szépen. Második Rákóczi Ferenc. Második Rákóczi Ferenc korának egyik legnagyobb egyénisége volt, Napkirály után a legnagyobb. És tényleg hát, hogy mondjam, ilyen magyar, nagyon-nagyon kevés volt, aki tulajdonképpen ennyit tett ezért nemzetért. Tehát ugye kivégezhették volna, megmentette egy úriember, ugye Gottfried Lehmann, és akkor ugye kiszöktették a bécsújhelyi börtönből, és akkor Lengyelországon keresztül kérem visszajött, és élére állt a szabadságharcnak, és a szabadságharc csodálatosan vezette, könyörögtek neki, sőt, a Lipót, amikor meghalt, József császár jött, ő nagyon jó viszonyban volt második Rákóczi Ferenccel, és küldött egy grófon keresztül, kérlek szépen, egy ilyen csekkfüzetet, Lionel Messi nem kapott ilyet, azt ír rá, amit akar. Csak hajtson fejet, kérlek szépen, és akkor álljon be a sorba.
Nem. Nem. Még küldték a testvérkét, a Juliannát, ő se tudta meggyőzni. Az életét, a vagyonát, a gazdagság, mindenit feláldozta a magyar nemzetért. Egy dolgot tudott, bármi lesz a szabadságharca, amíg egy magyar lesz a világon, áldani fogják. Imába fogják foglalni a nevét. Második Rákóczi Ferenc. Illik tudni, mindenkinek tudni kell, és ezt az embert úgy kell mindenki bevésse a szívébe, hogy egyik valahelyett legnagyobb magyar. Tehát ez, most megerősítetik, és azt gondolom, hogy természetesen erről még majd külön fogunk beszélgetni. És köszönöm szépen. Én azt hiszem, ennél jobb híreket, hogy a világ másik végén egy kontinensnyi országban a magyarok még továbbra is általad emlékeznek a magyarságukra, emlékeznek az Aranycsapatra, Grosics-tól Ciborig. Köszönöm szépen. Felemelő érzés volt ott lenni. Köszönöm és szépen. Jó egészséget neked. Köszi szépen. Lesz dolgot bőven, hála Isten. Ó, imádom ezt a dolgot. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ma arról beszélgettünk Külajossal, az Aranycsapat Alapítvány elnökével, hogy mi minden történt, hiszen februárban rendezték meg a hagyományos ausztrálai magyarság legnagyobb rendezvényét, a Hungarofestet, ahol ő az Aranycsapat Alapítvány elnökeként képviselte hazánkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!